Jelenleg futószalagon zajlanak az informatikai típusú beszerzések a Pécsi Városházán, amelyek az itt dolgozók, illetve a képviselők hivatali infrastruktúra által használt különböző szoftvereit érintik. A Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága informatikai eszközöket, laptopokat kíván beszerezni az októberben felálló új közgyűlésben résztvevő politikusok számára. Ez ellen korábban már tiltakozott a pécsi Fidesz frakció bizalmatlansági okokra hivatkozva. Az a fajta bizalmatlanság azonban továbbra is fennáll, amit a választási kampányidőszakban keletkezett, amikor is voltak olyan fideszes képviselők, akiknek a belső levelezéseihez, különböző adataihoz hozzáférhettek illetéktelen személyek. Mindezeket ugye egy városházi vizsgálat is, egy jegyzői vizsgálat is megállapította, ugyanakkor az, hogy ennek kik voltak a felelősei, és ez hogyan fordulhatott elő, ez tulajdonképpen nem derült fényre, tehát ez továbbra is homályfedő, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Ezért mindenféle ilyen típusú döntést, amit a baloldali vezetés hoz, bizalmatlanság övez a Fidesz frakció részéről. Ugyanis két hét múlva leköszön a baloldali többségű közgyűlés, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő. Érthető bizalmatlanság övez a részünkről, éppen ezért ezeknél a döntéseknél tartózkodtunk, és minden ilyen döntésnek a hátterét ezt ki fogjuk vizsgálni a következő időszakban. Az eszközöket októberig beszerzi az önkormányzat. Ekkor a felálló új közgyűlés majd eldönti, akarja-e használni ezeket a laptopokat, vagy más eszközök beszerzése mellett dönt.